Na, sziasztok, sziasztok, jó reggelt! Egy újabb reggel következik. Pont most van jó idő, amikor megyek melózni. Eddig az egész szobában állt a levegő, minden, mint a kemencébe, úgy éreztem magamat, mindegy is. Tegnap este live eléggé jó sikerült, ökörködésből nem volt hiány. Maga a taxiszerzés, ahogy láthattátok, nem ment olyan könnyen. Nem tudom, a sztorinak meg ki fogok állni, mert a taxitársaság is biztos, hogy van valahol bennem. Meg a térképen is meg alig boszkolódtam. Láttátok a taxizásra már mennyi pénzem van. Azért nem fizet rosszul. Ide-oda az a pár dollár, de összegyűlik szépen. Azért gyűjtöm a pénzt, mert nem csak bohóckodásból, hanem mondom, még egy autót majd így feltuningolok idézőjelbe. Azt majd teszteljük, mint a múltkor. Szemfelejtem el, az kapta az ívet. Szóna szétlőttem, meg törtem az autót. De a fuvarok sokszor hasonlóak, meg elvisz. Tegnapi fuvarok nem voltak olyannyira nehezek, mint a tegnap előttiek. Ez is érdekes. Jól el van borulva. Jön a frissülés, felfrissülés. Visszatérve a tegnap előtti fuvarok eléggé furák voltak. Tegnap is mentem össze-vissza mindent. De tegnap is mentem össze-vissza mindenfele. De hogy az autóm ahhoz képest túlélte, de amúgy a live után történt valami. Elkezdtem égetni a gumit egy kis boltnál, vagy valami szórakozó helynél. Elsőleg fegyvert fogtak rám, de az még semmi. Elmentem, elrakta a fegyvert, ugyebár. De újra elkezdte füstölni a gumit a taxinak ott előttük. Hát akkor már kinyílt a zsebükben a bicska, elkezdtek tövöldözni, mert majd jöttek autóval is rám. Na, utána borultam egyet a taxival, lement a tetején ez a hirdetőtábla, kerék fölötti, vagy feletti rész is lement, utána elkötöttem egy másik autó. Azt úgy voltam, utána abba hagytam. Nem tudom, én úgy vagyok, de amúgy ebből a taxis dologgal, hogy ezt sem lehet megunni. Így pont ennyi elég. Ez a másfél óra, majdnem másfél óra volt, ez bőven elég. Tegnap tankoztam egy kicsit is, nem sokat, egy pár kört lementem, utána megkaptam a T44-es kártyát, de azért nem is kaptam tankot, az csak egy kártya volt. Lehet, hogy be lehetett volna váltani tankra, de megadtam 2000 XP-ért. Utána kaptam még egy olyan kamerát is eladtam. Azért is kaptam 2000 XP-t. Lassan a télire már szerintem így millió XP fölött fogok járni. Mert nem nagyon vásárolgatok semmit. Vagy én mondtam, hogy kellene, de mindig sajnálom. Hát igen, mert karácsonykor is amennyit elköltöttem, nem fejtem el, az nehéz visszahozni.
Jó, az ezüstben már nem járok rosszul. Ha így fejlődik. Meg van prémium, van most van, még 2 napig azt hiszem, most van. És ilyenkor rengeteget lehet zsákmányolni, formolni. Na, az a másik, hogy este nem biztos, hogy jövök, lehet, hogy privátba botozok, de majd meglátom, hogy mi lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Mára mindenkinek kitartást, jó pihenést, jó nyaralást, sziasztok!